Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Szent Lipót ünnepére Budafok belvárosának búcsújára készülvén virtuális zarándoklatra indultunk, amelynek hetedik állomása a Kossuth iskola felett álló Nepomuki Szent János szobor. Promontor Budafok település legrégebbi köztéri szobra. A mai Kossuth Lajos utcai iskola fölött a Hosszúhegy téren áll a szobor. A kis barokk terecske a Szent Szobra után az 1850-es évektől Szent János tér névre hallgatott. 1953-ban kapta a mai nevét. A szobor az extrinitárius Genszky Gellért, promontor első világi plébánosának javaslatára 1790 körül került a településre, a mai helyére a helyi szőlőmunkások és kőfajtők közadakozásának köszönhetően. Nepomuki János Dél-Csehországban született, jogi tanulmányainak befejezése után, annak ellenére, hogy szegény szülőktől származott, gyorsan haladt fölfelé az egyházi ranglétrán. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte és szerette. Negyedik Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. A király kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó volt, de egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvá vált. Meg akarta tudni, mit gyont a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestét. Halálának éve 1383. A prágai Szent Vid székesegyházban temették el. Kénytelenek voltak sírját ráccsal elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal lépett síremlékéhez, azt Isten súlyos büntetése érte. Ő a gyónási titok védőszentje. Arra buzdít bennünket, hogy tisztességesen éljünk, és hibáinkat bűnbánatban, gyónásban tegyük az Úr elé.